A Krím félsziget ellen indítottak támadást az ukrán erők, amelyben a hivatalos közlemény szerint orosz katonákat iktattak ki. Az orosz hadserege közben 37 ukrán drón kilövéséről számolt be. Az egyik helyi kormányzó szerint hatan megsebesültek és egy civil meghalt, miután az ukrán erők kazettás lőszereket vetettek be az egyik határmenti orosz falunál. A határ közeli oroszországi Kurszk régióban pedig egy drón csapódott be egy több emeletes épületbe. Itt senki nem sérült meg. Eközben három ukrán pilóta haláláról számolt be az ukrán elnök, akik kiképzés közben összeütköztek repülőikkel. Közben a DNS vizsgálatokat követően az orosz nyomozó hatóságok megerősítették, hogy Jevgenyi Prigozsin is a szerdai repülőszerencsétlenség halálos áldozatai között volt. És már is folytatjuk a beszélgetést Kis Benedek Józseffel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Beszélhetünk erről a három pilóta halálához vezetett gyakorlatról is. Ez ugye tekintettel arra, hogy most jelentik be, hogy az F-16-osok ugye nagyobb számban érkezhetnek Ukrajnába. Nyilván szükség van arra, hogy ezt a technikát is tudják vezetni az ukrán pilóták. Az, ami történt most és ide vezetett, az előfordul-e valami fajta véletlennek a szerencsétlen egybejátszásáról van szó, vagy egyéb okról? Én úgy gondolom, hogy véletlenek nincsenek. Egy kicsit gyorsított képzést folytatnak annak érdekében, hogy minél előbb megismerjék ezt a géptípust, illetve hozzá hasonlót, hát szimulátoron gyakorolnak legelőször, utána egy hasonló típus, aztán végül is sor kerül arra, hogy a rendes F-16-oson gyakorolnak. Hát ez körülbelül fél év olyan embereknek, akik pilóták, tehát nem 0 kilométeres emberek, akik eddig is gépeket vezettek. Nyilván egy más rendszerről van szó az F-16-osok esetében, és hát ezek a főleg kötelék repülések során elő szokott fordulni sajnos baleset. Nem csak itt, hanem máshol is. Mondanám, ez természetes. Sajnos. Mekkora a kockázati tényezője? A hazai példából látjuk, hogy alazredesé is lehet várni néhány hét alatt, miközben valakiknek mondjuk az évekig telik, de az most nálunk azért nincsen hadi állapot azért a fronton. Az, hogy valakiben hirtelen lesz 16-os pilóta, számít-e bármit itt, hogy gyorsított eljárások zajlanak? Természetesen számít, és hát sok gyakorlás kell. Tehát ahhoz, hogy egy éles harci bevetésen vegyen részt, kötelékben, ahhoz sok gyakorlásra van szükség. Na most ebben a háborús helyzetben túl sok idő nincsen. Tehát az a cél, hogy minél előbb képezzék át azokat a pilótákat, akik viszonylag ráadásul tapasztalattal rendelkeznek. Na most azt is látni kell, hogy Ukrajnában ezen pilótáknak a száma az egyre fogy. Hát sokat ugye megöltek, sokan lezuhantak, lelőtték őket. Tehát az azt jelenti, hogy elég kevés az ember, akivel tudnak dolgozni. A tranziton is elhangzott az a egyébként tetszetős, hogy mondjam, magyarázat, tetszetős, de teljesen értelmetlen, hogy ha nem ad fegyvert a nyugat Ukrajnának, akkor tulajdonképpen nincs háború, és a tűzszünet az életbe lépne. Hát ez nagyon jó hangzik, csak ez nem felel meg a valóságnak, mert ad a nyugat fegyvert, egyre többet adnak, tehát nincs ebbe különösebb vita. Hát itt látni jó, kell azt, hogy nem egy orosz-ukrán háborúról van szó, hanem egy kelet-nyugati konfliktusról, és ha innen indulunk ki, akkor nehéz lenne azt kijelenteni, hogy a nyugat veszítsen, vagy nehéz lenne kijelenteni azt, hogy az oroszok veszítsenek. Sajnos ezért folyik továbbra is a háború. Igen, egy proxy háború. Ezek a felvetések, ezek leginkább kritikai éllel hangoznak el, tehát az, hogy a nyugat így, hogy mondjam, globálissá teszi azt a háborút, ami lokális, ugye mondta a miniszterelnök, vagy lokális konfliktusnak indul. Abszolút, de mondjuk globális konfliktus nincsen, mert hadviselés nincs a nyugat és kelet között. Hát az fegyvert adnak, tanácsokat adnak, hadműveleti terveket ugye állítják össze, és ebben részt vesznek természetesen az amerikaiak is, meg a britek is, meg általában a nyugatiak, de főként az amerikaiak és a britek, de azt mindenképpen el kell mondani, hogy itt presztízs kérdésű van szó. Tehát itt nem lehet veszíteni, meggyőzni se. Én azt mondom, hogy itt az lesz ennek az egésznek a vége, hogy mind a kettő győztesnek fogja kikiáltani magát. Nem Oroszország meg Ukrajna, hanem kelet és a nyugat. Amúgy egyébként, mindjárt átadom a szót, amúgy egyébként nem arról van szó, hogy most lehántva azt, hogy nácik vannak az ukrán oldalon.
nem arról van szó, hogy egy globális kihívás miatt kezdett háborúzni Oroszország, hiszen azt mondták, hogy a NATO terjeszkedik folyamatosan kelet felé, és ezt ugye megelőző csapásként mondjuk azt, hogy az oroszok megakadályozták ezzel a különleges katonai művelettel. Ez is benne van, tehát ez egy rendkívül összetett kérdés. Sok részterülete van, az elmúlt évtizedeknek a politikája következtében kialakult egy elég kemény szembenállás, mondjuk azt, hogy a NATO, illetve Oroszország között. Oroszországnak vannak tabu kérdései, mondjuk volt a fák tagállam nem léphet be a NATO-ba, hát ugye ez már megtörtént a három balti országgal, ezt még lenyelték, tovább ez nem folytatható. Tehát ez a vörös vonal nincs. Ukrajna nem lesz NATO tag, nem lesz Moldova NATO tag, és nyilván, hogy Grúziából vagy Georgiából sem lesz NATO tag egyelőre. Legalábbis a orosz elképzelés szerint ez a fix ideje. Globális a kérdés, de nem ehhez konkrétan tartozó, hanem egy kicsit elrugaszkodik tőle, hogy ugye újabb tagokkal bűvölt a BRICS közösség, ide tartozik Szaúd-Arábia és Argentína is, és jó pár ország csatlakozott most ehhez, ugye a feltörekvő országok, vagy legalábbis ugye ők ezt így fogalmazták meg magukról, felmerül a kérdés, ugye amelyben egyébként Oroszország is benne van. Egyrészt, hogy megtörni látszik-e Amerika hegemóniája, mert vannak, akik azt mondják, hogy ez benne van a pakliban. Másrésztről eddig sokan tartózkodtak attól, hogy Oroszországgal ebben a helyzetben most valamiféle közösséget vállaljanak. Most minthogyha ez egy picit fordult volna, mert hiszen hát ebben a szövetségben gyakorlatilag ők egymásra vannak utalva, és a jövőben együtt kell, hogy dolgozzanak és kezdeményezzenek és lépjenek fel a világpiacon. Na, itt a probléma, hogy ez nem szövetség. Tehát ők egyszer egy évben vagy kétszer egy évben találkoznak, az még nem lehet az, hogy szövetség. Ez az egész BRICS nincs intézményesítve. Tehát ez Oroszországnak nagyon jó, és ezt most rettenetesen nyomják ezt a vonalat, hogy minél több országot vegyenek föl. Ugyanakkor belső viták vannak már a alapító tagállamok között is, azt illetve, hogy kit vegyünk föl. Most mondjuk ki világosan, hogy itt a szegény országokról van szó elsősorban, akik csatlakoznának, és hát területileg, meg a lakosság létszámát illetően azt lehet mondani, hogy nagy, sok ország vágyakozik tag lenni. Hát egyelőre ugye tudjuk azt, hogy 6 országot vettek még föl pluszba 2024. január 1-ével, és van még legalább 20 ország, aki szeretne jönni. Na most ez megosztja a jelenlegi tagokat, meg a januártól belépő tagállamokat. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ennek az egész szervezetnek jelenleg intézményesített formája nincsen. Tehát nincs egy irányító szervezet, nincs egy titkárság. Hát nézzük meg a NATO-t, nézzük meg az Európai Uniót, az Afrikai Uniót, az ENSZ-et, folytathatnám a sort, de tulajdonképpen itt csak annyit találkozunk egy évben egyszer, és megvitatjuk a fontosabb kérdéseket. Tehát a kérdésére a világos válaszom az, hogy ez egyelőre nem reális, hogy itt egy komoly ellenlábasa legyen mondjuk az ENSZ-nek, vagy akár a NATO-nak, vagy az Európai Uniónak. Ha pedig az ENSZ-ről beszélünk, akkor ez az ENSZ-nek a reformja már nagyon régóta folyik, de nem valósították meg. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az afrikai kontinensről egyetlen egy ország nem tagja az ENSZ-nek, az ENSZ biztonsági tanácsnak, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy kontinenst elfelejtettünk. Vagy ugye Németország egyesítés, hatalmas ország nem tagja a biztonsági tanácsnak. Vagy pici ország, ugye, ami több mint 1 milliárdos, India nem tagja. Tehát ezeket meg kell oldani az ENSZ-nek, de látszik, hogy ez az ENSZ úgynevezett reformja, az rendkívül lassan folyik. Rövid reklám után talán azt is elemezhetjük, hogy mennyiben sikerült ukrán források szerint így van, de nem biztos, hogy így van. Sikerült áttörni az orosz védelmi vonalakat? 1-2, hogy mi a helyzet a Wagner csoporttal, azok után, hogy Prigozsin ugye nincs. És akkor ez már a háborús rovatunk folytatása. Kis Benedek József van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Köszöntöm! Azt ígértük, mielőtt elmentünk volna a reklámszünetre, hogy akkor van néhány kérdés, amit szeretnénk még önnel boncolgatni. Az egyik ilyen Prigozsin halála és ugye a Wagner csoport sorsa. Ketté is lehet bontani, mert érdekes, hogy még mindig mennek a találgatások, hogy most akkor Prigozsin valóban életét vesztette ebben a repülőgép balesetben, vagy szándékolt eseménysorozatban, avagy sem. Illetve hát most már azt is találgatják sokan, hogy ki lehet
tehát az ő utódja, ha és amennyiben a Wagner csoport egyben marad? Melyik ön szerint a valószínűbb egyébként? Hát először is azt hiszem, hogy azon nem érdemes vitatkozni, hogy meghalt vagy nem halt meg. Meghalt, azonosították, pontosan tudják, hogy róla van szó, és mind a 10 fő, aki a gépen tartózkodott, és rajta volt az utaslistán, ők életeket vesztették. Na most az, hogy mi lesz ezt követően, az már egy nagy kérdés, de úgy néz ki, hogy a Wagner csoportot azért nem szabad elfelejteni. Tehát látszik az, hogy az orosz vezetés várta 2 hónapot, nyilván előkészítették azt, hogy mi lesz a jövő. Valószínű, hogy a Putyin agyában megvan az, hogy ki az utód, sőt gondolom már fel is készült arra, hogy ő átveszi ezt a feladatot, függetlenül attól, hogy ezt még nem hozták nyilvánosságra. Nem mennek Ukrajnába, és a Wagner csapatot nem fogják bevetni. Azt arra alapozom, hogy újabb 300 ezer ember körüli létszámot mozgósítanak, arra, hogy az oroszok haderőt feltöltsék egy esetleges ukrán ellentámadás kivédésére, illetve ők is támadásokat indítanak több helyen. Na, de ez a Wagner csoport, ez egyébként Prigozsiné volt, nem? Tehát ő volt az, aki az egészet nem jól tudom, vagy nem... Magánhadsereg, de rendkívül közel állt a állami vezető. Hát a felszerelést a hadseregtől kapta, pénzt kezdetben ők biztosítottak számukra, már mint a Putyinék, és hát ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szerepe Afrikában például nagyon nagy. Tehát ott nagyon komoly pénzkitermelést folytatnak, elsősorban gyémánt, illetve aranyüzletekből, meg egyéb, hát nem becsületesnek nevezhető forrásokból, és hát erre szükség van a jövőben is. Tehát ez politikailag és gazdaságilag az orosz állami vezetésnek fontos. Némiképp ellentmond annak, hogy szó volt már itt is, mi is beszéltünk arról, hogy ugye beolvadnának az orosz hadseregbe, a zsoldos hadseregnek a tagjai, illetve a másik, hogy most ugye például Putyin elméletileg elvárja azt a zsoldos sereg tagjaitól, hogy tegyenek hűségesküt Oroszország felé. Most kérdés, ez mit jelent részéről? Egy nyilatkozatot kell aláírni, aminek valószínű, hogy részét képezi az, hogy az orosz állami vezetésnek a kívánságait maximálisan figyelembe veszik, sőt, azt teljesíteni fogják. Hát ilyet csinálnak máshol is, tehát ez előfordult, még Magyarországon is előfordult, több alkalommal rendszerváltás idején is, amikor aláírtak papírokat. És hát azt is látni kell, hogy a Wagnerre nagyon nagy szükség van máshol. Hogy most ezek kikből állnak, és ki az, akit a hadsereg fog átvenni, ki az, akit nem, ez meg attól függ, hogy mennyit fognak fizetni. Mert hogyha elmennek a hadsereg állományába, akkor ott a fizetések lényegesen kevesebbek, mint a Wagner csoportnál. Nem biztos, hogy mindenki vállalja. Aki vállalja, az elmegy, és a hadsereg kötelékében fog. Ettől kezdve nem magánhadsereg, azok kezdve nem Wagner. Ezt el lehet felejteni, attól kezdve ezek az emberek a hadsereg alkalmazottai, minden összes ezzel kapcsolatban lévő dologgal, és hát aki meg nem vállalja, az keres magának más, tehát nem kötelező őt. Nyilván egy kisebb szervezet lesz, de én úgy gondolom, hogy nagyon oda fog figyelni a állami vezetés arra, hogy az afrikai, közel-keleti, és ahol vannak még Wagner, volt Wagner csoportnak, most már nyugodtan mondhatjuk azt, emberei, azokat valamilyen módon megtartsák. Készült egy felmérés az orosz lakosság, hogy mondjam, a lezuhant géppel kapcsolatos affekcióit kutatva, vagy ilyen érzéseit kutatva, inkább ezt mondom, és 10%-a az oroszoknak úgy gondolja, hogy Putyin áll a gép lezuhanása mögött, de a többiek azt gondolják, hogy nem. Én ezt nem vitatom, ezt a kérdést nyilvánvaló, hát egy ilyen merénylet, ha szabad ilyen mondani. Na jó, de 10% az azt jelenti, hogy minden 10. ember gondolja csak ezt, mi 9/10 azt gondolja, hogy nem Putyin el. Volt már néhány ember, akit próbáltak kivégezni, van, akit sikerrel, van, akit nem. Igen. Tudjuk, emögött mind Putyin állt, és nem ő hajtja végre, meg nem az ő közvetlen csapata, hanem mondjuk kiadta a GRU-nak, a katonai hírszerzésnek. Ezen belül van olyan csoport, más országokról is jelent, akiknek az a feladat, hogy likvidáljanak embereket. Na most nyilván ők megkapták a feladatot, erre azt lehet mondani, hogy hát sajnos a csoport vezetője hajtotta ezt végre, József, mert de hogy mondja, nem Putyin. Engem sikerül meggyőzni, hogy Putyin el mögötte, csak az a kérdés, hogy az oroszokat miért nem ingatja meg abéli hitükben, hogy hát nem Putyin atyuska el mögötte? Ne felejtsük el, hogy Putyin mögött sok ember van, tehát Putyin szeretik Oroszországban.
és nagyon sok ember azt mondja, hogy hát ő nem, őt nem szabad ebbe belevonni. Ebben benne van a politika is, ne bántsuk az elnököt, az elnök értem. Nem tehet erről. Majd valami földön túli emberek keverték ki ezt a dolgot. Nem, ő adott utasítást, intézzétek el és kész, nem kell neki más csinálni. A felmérés másik érdekes adata, hogy kb. 20% gondolja, hogy megrendezett akcióról van szó, vagyis hogy Prigozsinnak a lelépése az, amely involválta ezt a lezuhanást. Az a helyzet, hogy lehet látni a bizonyítékokból most már, hogy ez a teória ez megdőlt, egyértelmű. Tehát igen. Nyilvánvalóan nem magától zuhant le, és nem magától halt meg. Ez már nem kérdés, hogy a Prigozsin meghalt, vagy nem halt meg. Prigozsin nincs. Bírom az ilyen összeesküvés elméleteket egyébként, amik ilyenkor születnek, mert ez tényleg gondolkodásra késztetik az embert, viszont még ezt követően Lukasenka megszólalt a fehér orosz elnök, hogy ő azért többször figyelmeztette Prigozsint, hogy most már vigyázzon, és ő még állítólag azt is felajánlotta neki, hogy ő közvetít közte és Putyin között. Egyrészt, hogy van-e neki ekkora szerepe ebben az egész történetben, szólhatott-e volna Putyinnak, hogy hagyjuk már ezt a Prigozsint békén. Nem, hogy így mókásnak hangzik, hogy akkor... Nem működik ez. Uh-huh. Nem. Ezek mind ilyen összeesküvés elméletnek részei. Nyilvánvaló, hogy Lukasenka és Putyin jó viszonyban van egymással. De az nem jelenti azt, hogy a Lukasenka azt mondja Putyinnak, hogy hát Vladimirovics, akkor légy szíves, engedd már ezt az ügyet. Ez orosz belügy, tehát ő ebben tudja, hogy nem avatkozhat bele. Egyébként pedig hát ő azt csinál, amit a Putyin mond. Tehát, hogyha Putyin azt mondja neki, hogy a Wagnerosokat ne engedjétek ki most, ebben a helyzetben Fehér Oroszországból, nehogy valami balhé legyen Oroszországban, akkor azt mondja, hogy értettem, parancs. Nem ez a két ki. Hónap. Lezárom a határt. Ez a két hónap, ami a Prigozsi halála között telt el, hogy ők elindultak volna Moszkva felé, mert vélhetően ez volt a gyújtópontja ennek a végkimenetelnek. Ez hosszú vagy rövid időszaknak számít, hogy nem egyből végeztek Prigozsinnal, hanem mondjuk vártak vele két hónap. Nagyon kilógott volna a lóláb, ha egyből végeztek volna. Tehát meg nagyon demokratikus lett volna. Hát meg kell érteni az orosz gondolkodást. Náluk nem ez a most akkor legyen még egy vizsgálat, tartóztassák le, ügyészség, stb. Bíróság, ítéljék el. Nem. Hát ezt egyszerűen korábbi esetekben is Litvinenkánál, meg egyéb nem is Oroszországban megölt embereknél, vagy megölésre előkészített embereknél kiderült az, hogy akár külföldön is, akár tömegpusztító eszközökkel is végeznek emberekkel. Tehát másképp kell értékelni az orosz belső helyzetet, mint ahogy az ember egy demokratikus ország esetében elgondolkodik azon, hogy milyen szabályok vannak. Itt nincsenek szabályok. Aki megsértette az elnököt, az bűnhődjön érte. Hogy aztán most ez egy hónap, két hónap, fél év, azzal, hogy megindult Moszkvába, azzal, hogy a hadsereg egyes tagjaival, akiket ma azóta is kirúgtak, és mi is most is folyik a vizsgálat, szövetkezett, lehet látni azt, hogy aki bántja az elnököt, az elég röviden az élők sorából kikerül. Akkor a holnapi háborús blokkunkban azt kutatjuk, hogy a hadszintéri összecsapások vehetnek-e új irányt, de most megköszönjük Kis Benedek Józsefnek, hogy elmondta az ezzel kapcsolatos véleményét, és akkor folytatjuk a lapszemlével majd. Igen, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.